játsza téren, kiáll kevélyen, talorzat áll egy kőszobor. Kezébe bőszen szorítja íját, pikamót komor. Hé, 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 öreg harcos, ne feszítsd túl az íjadat. Hé, 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 a bőszíve megszakad. Lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzz meg, tanítani. Hogyan csinál, kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Fárasztos ország, a pénzvadászat pihenni közben nem lehet. Ez is kell hozzá, az is kell hozzá, ugye emberek? Hé, 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 öreg harcos, ne feszíts túl az íjadat. Hé, 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 a kőszíve megszakad. Lazítani, lazítani, próbálj meg lazítani, lazítani, nem győzlek tanítani, tanítani. Hogyan csinál, kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Szeretlek édes, amire képes vagyok, az mindig megteszem. De már a tempó, amit te diktálsz, nem való nekem. Szép, 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 mikor éjjel hozzám bújszolj lelkesen, s kénekben a kedvenc slágerem. Lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani. Hogyan csinál, kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani. Hogyan csinál, kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább.
Tej. Hát azt mondta az asszony, valami szakemberért indult alá, mert csak ő segíthet a bajodon. Hát mi van vele? Jó, hogy már tudd meg. Csepeg a konyhában a csap. Azt mondtam az asszonynak, megyek, keresek valakit, aki ért a csapokhoz. Ez egy kocsma. Az. És itt van a legjobb csapos a világon. Csak ugye Vandika? Úgyhát. Egyen van a lelkedet. Bocsát szapora. Na nézd, hogy mi folyik itt, hanem hogy mi folyik ott. Te, elszerint szakmátlaltok, pofi. Mit? Pofi, te ezt így mondjad, most modern. És mire váltasz? Mihez értesz te? Én ezután csak fröccsöntő leszek. Egy kis fröccs, egy nagy fröccs, egy rövid és egy hosszú. Azt mondtam az asszonynak, hogy naponta csak egy pohárral iszok meg, csak mértékkel. Az igen, csak legyen elég felhajtó erő. Az a. Adott jó az a polgármestertár. Hát hogy ne volna, mivel én tappa hamarabb kikaptuk a szocipészt. Na de én meg is dolgozom érte. Hogy te? Úgy, hogy a tanács kiadta, hogy vigyázni kell a köztisztaságra, és én vigyázok el. Igen, igen. Ást, amikor mész az a kocsmából, befekszel a frissen kaszalt árokba, és aztán reggeli, senki sem marad a nagyobb szemetet dobni nálad. Hát ez így van, nem tagadom. De én, de ott legalább nyugton van. Inkább a földgyomra morogjon rá a megészélye, mint az asszony. De milyen jó, hogy hamarabb jöttek a szocipész. Még azelőtt el tudjuk inni, mielőtt az asszony kérdezné, hogy adjak-e ma. Most az egyszer nem kell hazudjak neki. Így van, én is így vagyok vele. Eddig mikor kérdezte az asszony, hogy hol a pénz, azt mondtam, hogy még nem adtak. Most már nyugodtan mondhatom, hogy nem adjak. És nem hazudok. Nem hiában ok. Borban az igazság. És a sörben, és a pálinkában még inkább. Jó. És a vaciban is van valami. Mi? Te. Az egy fó. Fó. Az. Kocsma. Jaj, de jó, hogy megkerült. Az öregsamúval már mióta keresünk. Nem tudja, akkor már azóta rendszeresen visszajár. Nem mit állra iszik? Mi sem mit állra iszunk. Nem bizony. Hanem Sanyika arra, Józsika arra. Az egészségünkre. No, de honnan van ennyi pénzetek? Kiadták a családi pótlék. Ennyi? Na hallod? 12 gyermek után? Ez csak egy hivatalosan dokumentált utódok száma. Ki csinálta az sok gyermeket? Ha, a nagyját az té, az apriát a nagyját. Na de így. Mit mozorogsz rég? Tehát én, ha hazamegyek, letépem az asszonyúgyiak. Annyira megkívántad? Nem, ma annyira szori. Hallod, de te Józsika, mert te sem vagy valami szép. Erősen rosszul nézel ki. Mondd meg nekem őszintén, mennyit iszom meg a ha? Kétszer két deci vodka. Hatszor tiszta. Ide figyelj, mondok én neked valamit. Mondjál le, három évig az italról, s meglát, hogy jobban leszél. De, nem látne fordítva? Hogy te? Három évig kétszer annyit iszom, s meglátom rosszabbul leszek én. Hallásodra mi a helyzet? Mit mondtam? A hallásodra mi a helyzet? Romlott. Már iszom. Azért. Hát, hogyha tudod, hogy azért, miért nem hagyod abba az ivást? Ha nem hagyod abba, nem sokára megsüketjűsz. Ja. Meg. És megír? Hát, hogy ne érnének? Hát, hogy is? Úgy,
hogy amit iszok, az jobban esik, mint amit hallok. Tehát, ha már az egészségedre nem gondol, gondolj arra a sok pénzre, amit eddig elittam. Jó, de szép is lenne. Milyen sok pénzt csorogtattam le a torkomon. És mennyi mindent vehetnél belőle? Igen. Sör, bor, marinta. Túlságosan is habzsolod az életet. Én igen. De te, ha választani lehetne, melyiket választanád? Az italt vagy a nőt? Ha... Az az én gyarrattól függ. Ejsze nekünk, meg kéne szoknunk az italról. Én már rá is kezdtem. Hogy kezdted el? Magyarán, minél többet iszom, annál inkább reszkált a kezem. Minél inkább reszkált a kezem, annál többet legyögtetek ki. Minél többet legyögtetek ki, annál kevesebb marad. Idáig ért. Igen. No, annál kevesebb marad. Minél kevesebb marad, annál kevesebbet iszom. Nekem azt ígérted, hogy elsejétő megváltozó, s más ember leszek. De hát én megváltoztam. Nem változtam. Megváltoztam. Más ember. Más ember lettem. De mit csináljak, az a másik is iszik? Szerusz, hé, Petiké! Szerusz, hé! Nézd meg jól, dolgos, szorgos, munkás ember. Hát, rajta a dolgok, nem? Igen, igen, a ruhája, de a zsebén nem érző. Hát ez így van. Jó, gyerekek, tavasz van, és én olyan szerelmes vagyok. Nem tudom eldönteni, hogy melyiket választok. A szőkét, vagy a barnát. Na ide figyelj, Petiké, mondok én neked valamit. Így meg mind a kettő, és aztán meglátod, hogy melyiknek az útját adod ki hamar. Igen. Józsika, amit azt hiszem, hogy a tautad lesz kiadva, de elég hamar. Amikor jöttem ára felé a könyvtar felé, adtam a feleséged egy nagy laskasi rindővel. Jó, de nem is volt ilyen. Jó. Nagy bal lesz. Thank you.
jártam. Jól van, megláttak-e? Ha nem megyek, nem ad egyet imád. Nem került a bicikli. Ha nem megyek. Na, kocsmában van azért több állótak. Mondtam is a plébáros úrnak. Menjünk egy keresztet a kocsma tetejére. Írjuk rá a barátok, átlogok. Paternoster! Ez nem a Paternoster? Porto lesz alkoholik, a Fadis, ő is ilyen volt. Gratulom, hogy elfáradt gyereket, nem csoda, aki ilyen korán fekszik le. Filius infúzióni, a Fadis, ő is ilyen volt. Szankós vodka, Szerosztri, Transzilváni, Unikum, Hungarikum, Tintum. Egész ilyen likidus tökény, Zsigitirtotum, Ursum, most pedig Kapusz defektus. Plébános úr, nem tudom folytatni a liturgiát, nem kapom. Mit keresel, fia, mit nem kapsz? A hangnemet tisztelendő atya, milyen hangnemben van? Ében, fiam, ében. De hiszen még hajnal van, tisztelendő uram, hogy folytassam D-ben? Várja, akkor keresek egy másik hangnemet. Mit iszol? Mit iszol? Bizony! Bizony! Te a kúra, te a kúra, te a kúra, nem szalonda tesz, nem kolbasz tesz, mert kárba vesz, mortusz lesz. Gyermekem, nehogy baj legyen, suranusz haza, vigyázusz, nem ordiválusz, nem kiabálusz, mert jön a zsandár Márianoszra, és elviszed ezt. Jó, tudom, bakelletta, bakelletta, rajcsos kapuza. Jaj, mit kapok én ott? A bicikli! Jaj, mit állokta, a drága bicikli! Jó. Got it.
tudtok, mert nem számítottam beszédet mondani, de kiprovokáltak belőlem a fiatal. Álluk idő, hogy nevesek hátra felhűk. Hát először is köszönöm szépen a meghívást. Másodszor pedig már elhangzott igaz, engedjék meg, hogy köszönjem meg a volt vezetőségnek és a SZIA minden egyes tagjának, akik eddig tevékenykedtek, és községünk nem csak fiatal, hanem bármilyen más jellegű tevékenységein részt vettek, és bízok benne, hogy az új vezetőség, az új csapat, régi új csapat, vagy megújuló új csapat hasonlóképpen fogja vinni előre azt a stafétát, amelyet annak idején teljesen önerőből a Szent Iván Laborfalvi fiatalok kezdeményeztek, elkezdtek, és nagyon jól csináltak. Harmadszor pedig engedjék meg, hogy húsvét első ünnepén egy kicsit, egy pár mondatban általunk látott és közkedvelt három humoros jelenetről is szóljak egy pár szót. Én úgy gondolom, hogy ezek a jelenetek sokszor a való világból példázottak, de azt tudom, hogy a fiatalok azt értékelik és megértik, és önök is, hogy nem példaértékű, nem az előadás az nagyon jó volt, és ehhez csak gratulálni tudok, tehát szívből, és ennyi tehetséges fiatalat egy helyen nem nagyon, és nagyon rég nem láttam. Tehát itt Szent Iván Laborfalván vannak fiatalok, van fiatal élet, és van tevékenység, ezekkel a fiatalokkal tudunk Szent Iván Laborfalvi napokat is összehozni ebben az évben, de azért vigyázzunk arra, hogy mindazt, amit eljátszottunk, a való életben pont az ellenkezőjét tegyük. Tehát ne járjunk a kocsmába, menjünk a templomba, és így tovább. Mert önök is, ahogy látják, ilyen zsufolási megtelt kultúrotthonban, ilyen teremben, ez annak is jelenthető, hogy itt nagy számban fiatalok léptek fel, és a hozzátartozók eljöttek, de nem csak. És ugyanakkor értékelem mindazt, amit ők maguk között, gondolom, hogy betanító tanár nélkül fel tudtak mutatni. Ez azt jelenti, hogy ennek a közösségnek lesz jövője. Ennek a közösségnek van jövője, és bízok benne, hogy minden egyes fiatal tovább tanul, hisz annyira tehetséges fiatalokat láttunk, arra gondolok, mikor beérkeztem ebbe a terembe, láttam az elnöknek, Tamásnak azt a fürkésző tekintetét, amelyen figyelte, hogy jönnek, nem jönnek az emberek, lesznek, nem lesznek. Igen, itt vannak, és értékelték mindazt, amit tettetek. Én tudok arról biztosítani benneteket, a magam és az önkormányzat nevében, hogy mindenféle támogatást megadunk. Ez azt jelenti, hogy pénzbeli támogatást is tudtok igényelni, lesznek pályázati lehetőségek, kérjetek és adatik, ahogy szokták mondani. Tisztelet egybegyűltek, mivel húsvét van, egy nagyszerű közösségi életet tudunk itt együtt közösen élni, hisz húsvét arról szól, hogy igaz, hogy megfeszítették a Jézus Krisztus, de feltámadt. Bennünk is bármennyire gyötör ez az élet, bármennyire gyötörnek mások, mi mindnyájan, ha meg is térdeltetnek, de újra felállunk. Újra felállunk, és azért dolgozunk, és azért tesszük a mindennapjainkat, hogy a gyerekeinket, unokáinkat tudjuk nevelni. Ez nagyon fontos, hisz tőlük függ a jövő. Bízok benne, hogy hamarosan újra be fogtok tudni mutatkozni, újabb előadásra. Én kívánok jó egészséget nektek, kitartást, és nagyon sok italt más téren nem. Kellemes húsvét ünnepeket kívánok mindenkinek, és jó szórakozást. Köszönöm szépen! Polgármesterúrnak a kedves szavai. Tisztelt közönség, az elődiekben az ifjak előadását láthatták. E három előadás mögött rengeteg munka és odaadás volt, melynek eredményeképpen megszülethetett a mai ünnep. Elsősorban meg szeretném köszönni a SZIA csapat nevében is
Bozogáncsoma István tiszteletes úr áldozatos munkáját, hogy vállalta sok munkája és elfoglaltsága ellenére is az előadás megszervezését és a próbák lebonyolítását. Köszönetet szeretnék mondani Nagy László Jós plébános úrnak, hogy ideadta nekünk a közösségi házat, hogy estéről estére meg tudjuk tartani a próbáinkat, és meg szeretnénk köszönni azt is, hogy az egyesületünk segítségére van, és hogy számíthatunk önre. Továbbá köszönetet mondok mindazon ifjaknak, akik hozzájárultak a mai nap sikeréhez. Köszönjük a pozitív hozzáállásotokat és a kitartást. Ha továbbra is ilyen aktív marad az ifjúság, és jelen lesz a falu életében, akkor van reményünk nagyot álmodni és nagyot alkotni. Örömmel jelentem be azt is, hogy egy év kimaradás után az idén ismét megszervezésre kerülnek a Szent Iván Laborfalvi falunapok. Továbbá köszönetet mondunk mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak a mai ünnepünk létrejöttéhez. Köszönjük a szülők támogatását és bíztatását. Ismételten meg szeretnénk köszönni Gábor Lehelnek az egyesületért tett munkáját, segítségét, és reméljük, hogy a továbbiakban is bizalmat.